A 2018-as évben több uniós és hazai forrás segítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztéseket. A beruházásoknál prioritást jelentett például a határmenti elhelyezkedés, illetve valamennyi turisztikai fejlesztés. A témával kapcsolatban vendégem a stúdióban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés első embere, elnöke Sesták Oszkár, köszöntöm. Én is mindenkit. Amikor fejlesztésekről beszélünk, akkor, és ráadásul egy egész esztendő kapcsán, akkor ugye mindig külön kell választani azokat, amelyek már lezárultak, amelyek folyamatban vannak, és így évvége táján talán előre is lehet tekinteni egy picit, hogy mire lehet számítani a következő esztendőben. Nézzük elsőként azokat, amelyeket sikerült lezárni. Valóban számos fejlesztésnek már a végén járunk, termőre fordultak ezek a megalapozó döntések, amelyek az elmúlt években, főleg az elmúlt évben, már 2017-ben megszülettek. Ezek a projektek nagy részt lezárulnak, akkor rövidesen lezárulnak. Van mondjuk 200 projekt, amely forráshiánnyal küzd, és egyelőre még olyan értelemben parkolópályán van, hogy forrást kér hozzá a projektgazda, egy-egy települési önkormányzat a kormánytól. Ez a folyamat most van éppen fél időben. Remélhetőleg ezek a jövő elején lezárulnak ezek a eljárások is, ezek az államkincstáron keresztül bonyolódnak ezek a kérelmek, lezárulnak, és akkor ez a 200 fejlesztés is jövő évben le tud zárulni, és ezzel valóban egy 90 milliárdos fejlesztési csomag valósult meg ebben a néhány évben a megyében. Ez persze csak a területi és település fejlesztési operatív program fejlesztési csomagjait jelenti, és Nyíregyháza nélkül értendőek. Van még egy 10-15 milliárd, amiről döntést kell hoznunk a következő évben, és hát 2020-2021-re ezek a fejlesztések is megvalósulnak, akkor lesz igaz, hogy 90 milliárdot sikeresen felhasználtuk a megyében. Ugye ezek elsősorban települési önkormányzatoknál jelentkező fejlesztések. Nem olyan sok idő van már hátra ebből az esztendőből. Ha egy kicsit megállunk és visszatekintünk, akkor mi az, amit kiemelne? És miért? Hát a turisztikát emelném ki, ha bár az még nem kezdődött el, de az egy nagyon komplex és fejlesztési célú beruházás. A többiek olyan közcélű beruházások, odafejlesztés, utak, idősek napközi otthona, energetikai fejlesztés, amelyik fontos közszolgáltatásokat jelent. A turizmus viszont szerintem fejlesztés jelent olyan értelemben, hogy gazdasági növekedést is hozzá tud tenni direkt módon, a többiek indirekt módon tudnak hozzátenni a megye fejlődéséhez. Ugye más fejlesztésekről is beszéltem, amelyek nem a területi operatív programon keresztül valósultak meg. Ezeknek a nagyságrend összességében én azt gondolom, hogy 400 milliárd forintot meg fogja haladni ebben a 4-5 évben, egy 7 éves fejlesztési ciklusban, de hát ezek az értelemszerűen elején előkészítő fázis, és 4-5 évre torlódnak össze ezek a beruházások, amelyek a kisvállalkozásokat érintették, multinacionális cégeknek a fejlesztéseit érintették, stb. Stb. Én azért a turizmust emelném ki, illetve az ipari területek fejlesztését. Ha már a turizmust kiemelte, akkor egy picit azért szánjunk rá pár gondolatot. A turizmus fejlesztés nem egy újszerű dolog azért. És Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában is mindig meg kellett találni azokat a pontokat, amikbe bele lehet kapaszkodni, amire érdemes rászervezni, akár folyamatokat, beruházásokat, de itt is hosszú távon kell gondolkodni. Tehát, hogy ugye ezeknek a fejlesztéseknek, ezeknek a beruházásoknak vajon ugye mikor érik be a gyümölcse? Hát nyilván néhány év kell azt követő, hogy elkészültek, hiszen marketing kell hozzá, oda kell a vendégeket csábítani, meg kell tudniuk az országban határon túl, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye ezek a fejlesztések turisztikai attrakciót jelentenek a mi esetünkben. Egy-egy önkormányzatnak a tulajdonában álló kúria fejlesztését ott jelentik, ott olyan látnivalóknak a megvalósítását, ami miatt ide jönnek a vendégek. Elsősorban épített és természeti örökségekre alapozunk ezekben a fejlesztésekben, tehát kell néhány év, mire ebből a vendéglátós is, a vendéglős, a szálloda, a panzió tulajdonos is nyilván érzi a saját maga hasznát és a
ennek révén a környezet, a közeg is látja, hogy milyen turizmus fejlődés, fejlesztés történt elsősorban a vendégészakákban, vagy a költésekben. Igen, most az jutott ez eszembe, hogy nyilván az is a turizmusnak a része, hogyha mi, akik itt élünk ebben a megyében, egy nagy megyéről van szó, egy óriási méretű megyéről van szó, ha megtörténnek ezek a felújítások, ezeknek a szép építményeknek a rendbetétele, akkor én azt gondolom, hogy itt a megyében élő embereket is meg lehet mozgatni, hogy a saját környezetüket, az élő környezetüket megismerjék, és akkor egy-egy családi programhoz nem kell túl sokat utazni ahhoz, hogy ellátogassanak, és akkor ugyanúgy ezeket a vendéglátó szolgáltatásokat igénybe vegyék. Ezt lehet tapasztalni, mérni, hogy ez egy jogos folyamat? Abszolút, tehát nagyon banális példa lesz, de akár osztálykirándulásokat és osztálykiránduló csoportokat is lehet szervezni a megyében, nem kell messzire elmenni ahhoz, hogy olyan élményeket tapasztaljanak a gyerekek, amelyek miatt akár régebben messzire utaztak. Szervezünk is egyébként, illetve a Megyei Fejlesztési Ügynökség szervez is egyébként pedagógusoknak, osztályfőnököknek ilyen bemutató alkalmakat egy-egy hétvégét, és rádöbbennek, rácsodálkoznak az osztályfőnökök, ezzel megbízottan testületi emberek, hogy lám, miket lehet látni a megyében. Tehát ez valóban egy tevékenységünk most is, és fontos, hiszen hogyha marketingről beszélünk, akkor elsősorban nekünk kell tisztában lenni a saját értékeinkkel, amit aztán tudunk közvetíteni az ország vagy a határon túli területek felé, tehát ez ilyen módon is építkezünk, igen. Ki kell emelnünk mindenképpen a felvezetőben is elhangzott a határmentére vonatkozó pályázatokat, projekteket, ezek vonatkozásában 2018 mit hozott? Három nagyon komoly döntés hozott. Egyébként az egyik találkozik a turizmussal, hiszen a román-magyar programban egy csomó pénzt nyertünk, komoly forrásokat nyertünk, ugyancsak azokra a fejlesztésekre, amelyeket a területi operatív programból nem tudtunk megvalósítani, de határmenti programból meg tudunk valósítani a határ innenső oldalán, illetve a határ túlsó oldalán. Ez a fejlesztés mintegy 4 milliárd forintot jelent, ugyancsak azokkal a célokkal, amiről beszéltem, épített örökség megőrzése, védelme, bemutatóbarát fejlesztése. Egy másik nagy, ugyancsak nyertes projektünk, ebben az évben nyertük az ENISZ program keretében, amely Ukrajnát érinti, ott egy 5 millió eurós fejlesztési csomagot nyertünk, Beregszász mellett egy lerakót fejlesztenénk Jánosiban, ugye ez azért fontos, hogy a szilárd hulladék ne lepje el a Tiszát, vagy kisebb mennyiségben lepje el a Tiszát, mint ahogy az elmúlt években tapasztalhattuk. Illetve hát az ottaniak életminősége szempontjából is fontos, hogy a élővizeik, a talajvizek ne szennyeződjenek tovább. Ennek a magyarországi fejlesztési lába Kisfárdán egy száraz biogáz üzem lesz. Ezt a Tisza Európai Területi Társuláson keresztül valósítjuk meg. Én vagyok a területi társulás elnöke, tehát ilyen módon kapcsolódik a megye vagy a megyei önkormányzat tevékenységéhez ez a fejlesztési csomag. A harmadik, de utolsó ugyan, de nagyon fontos, az a Kölcsei TV-t érinti éppen egyébként, a Kölcsei TV-nek a épületét, infrastruktúrális lehetőségeit és felszereltségét tennénk teljessé, vagy a mai kor 21. század igényei ezt teljes mértékben kielégítővé, és hát ehhez kapcsolódik egy tudósítói hálózat, egy hírgyártás, hírcsere megvalósítása a szomszédos országokkal, és az azt gondolom, hogy mindenféleképpen az itt lakók érdekeit szolgálja, hogy többet tudunk a nyugat-európai eseményekről, mint adott esetben, hogy mi történt Szatmárnémetiben, vagy miért érdemes oda menni, milyen fesztiválprogramok vannak. Tehát ez egy nagyon élő, és a régiót egy egységé, vagy egy sokkal szorosabb egységé kovácsoló projekt lesz reményénk szerint a következő években. Jól gondolom, mindezeken túl talán példanélküli eddig, vagy mintaértékű is lehet, hogyha ez megvalósul. Valóban, tehát ilyen még talán nem volt, hogy határon túli stúdiókkal tudunk ilyen élő kapcsolatot kialakítani a Kölcsei TV-n keresztül. Mindazok a fényében, amiket most elmondott,
mi látszik a jövőre nézve? Ugye ezeket meg kell valósítani, tehát ez látszik a következő évre, na de mindeközben, amikor már ugye tudja az ember, hogy milyen biztos feladatai vannak, azok ugye egyszer lezárult projektek lesznek. Folyamatosan kell pályázni, figyelni a lehetőségeket. Ezekről mit tudunk elmondani? A Magyar Falu Program jelenti számunkra a következő perspektívát, elsősorban a megye településeinek, de talán a megyei önkormányzatnak is, mármint feladat szempontjából, viszont a települések szempontjából mindenféleképpen ez egy új perspektívát jelent. Nagyon sok az 5000 fő alatti település a megyében. Elég nagy az elvándorlás megye központba, az ország más részeibe, és nem csak ebben a megyében, hanem mindenhol az urbanizáció nagyon felgyorsult. Azt ismerte fel a kormányzat meggyőződésem szerint, hogy a falvakban életet kell tartani, mert ott kell lehetőség szerint munkahelyet teremteni, urbanizációs környezetet, hogy a fiatalok ne csábuljanak el a városba, egy olyan környezetet, lakókörnyezetet tudunk megvalósítani kisebb településeken, mint városokban. A bejárást, az utakat tudjuk fejleszteni, akkor remélhetőleg ennek a folyamatnak gátat tudunk szabni, vagy legalábbis lassítani tudjuk. Megjelent a kormányhatározat, amely hát induló projektként, de több 10 milliárd forintot tartalmaz jövőre lehetőségként a kis településeknek, 5000 főre kisebb településekről beszélünk, ebben mindenféleképpen szeretnénk a települési önkormányzatokkal karöltve bekapcsolódni ebbe a programba, tehát ez a következő évben, években számunkra az uniós fejlesztések mellett egy új tevékenységet jelentenek, új perspektívát nyitnak, és hát ez a program folytatódni fog 2020-21-22-ben, hiszen vannak olyan fejlesztési célok, amelyeket az európai uniós források nem támogatnak, viszont fontos közösségi fejlesztéseket jelentenek a megyében, művelődési házak, közösségi terek megújítása, megépítése, tehát vannak olyan kis települések, ahol nincsen közösségi tér. Eltűnt az elmúlt években, és ezt újra meg kell teremteni. Utolsó kérdésként azt szeretném csak megérdeklődni, hogy meddig látnak előre? Hány év munkáját látják előre? Hát ez biztos, és ugye kezdődik a következő uniós fejlesztési ciklus. Tehát oda újra aktualizálni kell a terveinket, a területi település fejlesztési operatív át kell nézni, mit valósítottunk meg, milyen hiányosságok vannak, milyen projekteket finanszíroz az Unió, tehát ez a már jövő évben elkezdődik a következő 7 éves fejlesztési ciklusra a felkészülés, úgyhogy ezt a fejlesztési ciklus még nem fejeztük be, tehát ez párhuzamosan fog a tervezés, az újra tervezés mondhatnánk a következő 7 évre elindulni a következő évben, a következő években. Most már gyakorlottabbak leszünk, mert hiszen egyszer ezt a folyamatot már a megyei önkormányzat hivatala elvégezte, a kollégák is jobban látják az ezzel kapcsolatos teendőket. Ez a kettő ad számunkra munkát a következő évben, tehát lezárni a projekteket, felkészülni az új fejlesztési ciklusai, illetve a Magyar Falu Programba bekapcsolódni és a települési önkormányzatokkal bekapcsolni. Úgy tűnik, hogy tartalmas esztendő elé néznek 2019 vonatkozásában, és elnök úr, köszönöm szépen, hogy beszéltünk. Én köszönöm.